Szervusztok! Ismét itt vagyunk, mindenkit szeretettel köszöntünk, és aki velünk van... Sziasztok! Mujó! Azaz Krisztián. Ismét elpörgött egy hétnek megfelelő homokszem az idő homokórájában. Csak úgy szaladnak ezek a hetek. Mi történt hát veled, Fifika? Ez ilyen. Ne is kérdezd. Itthon vannak a gyermekek. Megjöttek a szörnyek? Igen. Hát még azért nem az igazi a gyermek sírás így éjszaka, még ilyen kismacska hangjuk van, de azért már így próbálgatják a szárnyaikat. Mondjuk én éppen hétfőn jöttek haza, és én már vasárnap este Csíkba autóztam, és tegnap éjszaka értem haza, hát nem annyira éjszaka, olyan 10 óra környékén, de már azért kaptam ízelítőt az eljövendő éjszakák demóját, azt így betették a fülembe. Mióta nem riadtál föl éjszaka gyerek sírásra? Fú, szerintem több mint 20 éve, tehát azért ez így izgalmas volt. Bár én nem ébredtem föl, talán egyszer hallottam, hogy még nem is sírt igazán, csak nyöszörgött, de hát jó, figyelj, szülők, ez a dolguk, tehát ezzel nincsen semmiféle baj, de hát nyilván most ők a központ, meg tudod, ilyenkor jön mindenki, hogy jaj, itthon vannak már, meg izé, meg nem tudom én mi. És nekünk volt egy kemény ilyen céges meetingünk Kincsikban, és ott infrafűtés van a faházba. Ez Piricske, hát ez ilyen 1000 méteren van, gyönyörű, tehát így köthatár fölött. És az első éjszaka olyan melegen volt, érted, a kurva infrapadló fűtés, nagyon száraz, tehát nagyon meleg és nagyon száraz. Tehát az infra egyébként is ilyen, tudod, ilyen nap meleget ad, tehát olyan nagyon jó leső. Meleg, csak hát kicsit sok volt, és akkor a második éjszaka gondoltam, á, picsába, érted, 14 fok, fasz a gyerek vagyok, lehúzom a fűtést. És így éjszaka arra ébredtem, hogy fázok, de már, tudod, ez a fölébredsz, bassza meg, följebb kéne venni a fűtést, lehet, vagy fázok, vagy mi van, és így visszaalszó. Úgyhogy úgy megfáztam, érted, hogy szerda reggel konkrétan egy Szilviával indultam útnak, tehát így fogtam egy teker Szilviát, beraktam a kocsiba, és akkor így Hagy szóljon című fejezet. Na, úgyhogy ez volt az ilyen meghatározó élmény, meg hát ugye előtte hétvégén még itthon voltam, tudod, ezek az utolsó simítások, hogy hétfőn jönnek a gyerekek, hú, akkor még a konyhába szereljük be a páraelszívót, rakjunk még a folyosóra be egy ajtót, fűrészeljünk még tűzifát, tudod, és így mindent egyszerre. Szóval mindenkitől elnézést kérek, aki Facebookon rám írt, vagy azt hitte, hogy morcos vagyok, és azért tehát ez a szombat vasárnap, péntek szombat vasárnap, annyi dolgom volt, hogy az valami eszméletlen. Ráadásul még ugye pont most van nekem ilyen tudom, 2-3 évente szoktam indítani egy ilyen Fifika egészség challenge-et, és akkor megyek vérvételre, endokrinológiára, sállala,
És akkor még ezek is, tudod, hogy oké, tehát nem az STK-ba állom végig a sort, hanem inkább fizetek a magámba, hogy ne kelljen. Tehát én 20 évet lehúztam egészségügyi informatikusként, abszolút tisztában vagyok vele, hogy mekkora szar az egész rendszer, és hogy mennyire próbára teszi az ember türelmét. Úgyhogy inkább ahol lehet, ott kikerülöm, tehát még a vérvételért is inkább fizetek, meg magáért a vizsgálatért, de nekem másnap legyen a kezembe az eredmény, stb. Úgyhogy na, ez volt. És veled mi történt, Krisztián? Jaj, nagyon dolgos egy hét volt, sokat dolgoztam, és azon kívül meg végre eljött a varracedés ideje a porc cicánkkal, úgyhogy ugye a két műtét miatt most már negyedik hete tölcsérrel a fején élte az életét szegénykém, és már rettenetesen utálta az egészet, és nagyon szépen begyógyult a kis farkincáján a seb, már hát a kis farkincája csonkján a seb, úgyhogy gyógyultnak nyilvánították, és hál' Istennek, levehettük róla végre itthon a tölcsért, úgyhogy most még egyelőre nem eresztettük össze a többiekkel, hogy legyen egy ilyen kis átmenet, mert 4 hétig egy kecica volt, de most már lassan majd indul az összeszoktatás is. Úgyhogy ja, végre vége ennek a holminak. És ez történt velem, meg az történt velem, kérlek szépen, hogy tegnap este az előszobában sikongattam, mint egy süldőlány. Igen. Na mesélj! Az történt ugyanis, hogy ugye szeptember végére lett kitűzve a következő tárgyalása az adatigénylési pernek, az utolsó adatigénylési perünknek, ami még zajlott. És nekem pont akkor volt szabadságom Horvátországba, úgyhogy azt már korábban mondtam is, hogy írtam egy kérvényt, hogy vagy igen, halasszuk el, vagy hozzák meg az ítéletet a távollétemben is, és tekintsenek, legyenek szíves kimentetnek. Na, mint kiderült, meghozták a döntést, ítélet született az ügyben, és hát a keleti postára kell elmenni ilyenkor, mert csak értesítőt dobnak be ugye hivatalos iratgyanán. És mondtam Kingának, hogy hát figyelj, ez gyanúsan vastag ez a boríték, ebben szerintem ítélet lesz, és akkor így pörögtek végig a fejemben a dolgok, hogy az előző kapcsán, meg így a mostanában az országban zajló dolgok kapcsán, meg egyebek kapcsán, hogy mégis mennyi sanszom van arra, hogy nem ellenem hoztak ítéletet. És hát én egy ilyen 10%-ra satszoltam volna maximum, hogy nyertes lesz a per, és akkor hazajöttünk, cicáról lesz, tehát először a fontos dolgok, cicáról lesz a tölcsér, stb. Ilyenek, és akkor leülök, mondom, jó, most már kibontam, nézzük meg. És így elkezdtem olvasni, és akkor jön a bevezetés, a sallang, hogy ez és ez felperes, az és ez alperes, következő ítéletet hozta, és elkezdtem olvasni tovább. Kötelezi a bíróság az alperes, hogy 15 napon belül adja ki a felperes részére az alábbi adatokat, és így durr, ott van az összes 7 pont, amiben írtam, hogy mégis milyen adatokat szeretnék nézni, és akkor így ez a full katarzis, és így kiszaladtam Kingához a konyhába, és ott ugráltam az előszobába, hogy kb. Így, mint aki megőrült. Mi van, mutattam neki, és hát az van, képzeljétek el, hogy ugye tavaly júniusban kezdődött ez a történet, júniusban indult, adtuk be az egyesületi keresetet, meg az én nevem alapító keresetet is, és hát így majdnem másfél évvel később pont került a történet végére, és minden egyes pontban elutasította minden egyes állítását az Alperes Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek és Emberi Erőforrások Minisztériumának a bíróság. Ergo megállapította, hogy abszolút jogellenes volt az adatigénylés elutasítása. Az indoklás az összesen egy ilyen 10,5 oldalon keresztül megy, és gyönyörű az egész. Tehát
Fú, fönn van a Gőzlér blogon, fönn van PDF-be, beszkenneltem, akit érdekel, olvassa el, szerintem nagyon tanulságos olvasmány, és hát nagyon tanulságos az egész. Például ez most így kiderült, hogy gyakorlatilag 2-3 oldal indoklással elég lett volna, nem kellett volna többször 20 oldalnyi történetet beadni, és minden részletre kiterjedni, mert hogy alapvetően igazából az, amit pusztán az alaptörvény és a jog és az infotörvény szempontjából összegyűjtöttem, hogy miért nincs igazuk, az így tokkavonóval elég lett volna ehhez, úgyhogy de igazából nem baj, mert ezzel a sok extrával, ami volt, így kijött a Nefi oldaláról az aljas sárdobálás, hogy én a dohánylobbista vagyok, meg mi mindannyian dohánylobbisták vagyunk, és amúgy is, meg jöttek ezek az elpotyogtatott dolgok, hogy nekik ez nem is dolguk, és különben is, és hagyjuk őket békén, mert az van, amit mondanak, és ezek az összes-összes butaság, ezek egyébként soha nem bújtak volna ki, mint szög a zsákból, hogyha hogy hívják ezt? Piszkáljuk a bokrot, vagy ezek így? Ja, igen, zörgetjük a harasztot. Ha nem rázzuk a ketrecet, akkor ezek nem potyogtak volna ki belőle. De hát, és kipotyogtak. Én, már nagyon nem bíztam benne, hogy ez így lesz. Elképesztő, és az egészben, az indoklásban is végig ott van, hogy a bíró úr mindent elolvasott. Mindent, én már attól is tartottam, hogy már azért utálni fogja az egészet, hogy ennyi anyag van, de hogy én így olvasom, és így valahogy azt olvasom a sorok között az indoklásban, hogy értékelte azt az alaposságot, amivel 2004-es alkotmánybírósági határozatokig visszamenve tényleg minden szar, nincs precedens Magyarországon a jogban, ugye, de hogy az alkotmányjogi bíróságnak a határozatai azok általában ilyen alkotmányjogi kérdésekben azért elő szoktak kerülni, hogy mi az állásfoglalása a testületnek, és én tényleg azt olvasom ki belőle, hogy tetszett neki, hogy ilyen alaposan össze lett szedve minden szépen pontról pontra, úgyhogy vannak itt izgalmas dolgok. Itt szerintem egyébként ugye a következő, hogy is mondjam, nagy sztori az lesz, hogyha ők mondjuk tényleg kiadják az anyagot, mert ugye még mindig lóg a levegőbe, hogy fellebbeznek, ugye? Hát figyelj, a 15 nap lejárt, úgyhogy nyilván azért az ilyen malmok lassan őrölnek, úgyhogy ha fellebbeztek, akkor azt még tudom én kb. 2 héten belül fogom megkapni róla az értesítést, de egy biztos, tehát 15 napig volt arra, hogy kiadják az adatokat, vagy fellebbezzenek, adatokat nem kaptam még, semmiféle megkeresést nem kaptam az emmitől, úgyhogy, és mivel nekik gyakorlatilag semmibe nem kerül, mert a mi pénzünket költik, ezért nagyon könnyű azt feltételezni, hogy valószínűleg fellebbezni fognak, annál is inkább, mert az a vergődés, amit itt levágtak a per kapcsán, hogy minden áron megszabaduljanak valahogy attól a kötelezettségtől, hogy ezeket az adatokat be kelljen mutatniuk a nyilvánosság előtt. Én valószínűsíteném, hogy ebből fellebbezés lesz. Úgyhogy még nincs vége a történetnek. Hát, vagy egyszerűen nem adják ki. Hát, akkor meg megint per. Tehát én most abból indulok ki, amit ma Magyarországon egyébként jellemzően látunk, hogy lehet adatigénylésben nyertes perben úgy nem kiadni adatot, mint hogyha a bíróság egyébként, nem is tudom, egy ilyen üveglap lenne azt átnézni az egészen. Úgyhogy én annyira azért, hogy mondjam, nyilván ez egy iszonyú optimista, ez egy iszonyú jó fordulat, mert azért lássuk be, hogy az egyesületi bukott per után azért az embernek nem voltak illúziói, hogy mi fog történni, de mégis. Tehát ez szerintem tényleg egy ilyen kvázi ünneplésre adhat nekünk jogot. Hát igen. Én nézegetem itt, mert hogy olyan csodálatos dolgokat ír a Bigyó, de most nem akarom ezzel húzni az időt, hogy kikeressem őket.
De tényleg mindenki olvassa el, akit egy kicsit is érdekel, mert amellett, hogy nekem adott igazat a bíróság, vagy a törvényszék, a bíró úr, amellett időnként így bele-bele rúgott azért az alperesbe, tehát így köznyelvre lefordítva nagyjából annyit mond, hogy az alperes érvelése egy rakás szar, és tanuljon meg olvasni, mert ez egy röhely, hogy ennyire nincsenek tisztában a saját kötelezettségeikkel. Röviden és tömören nagyjából ennyi. Én szerintem meg egyszerű, tehát nem, az a baj, hogy ez nem röhely. Tehát ma Magyarországon a hatalom részéről az arrogancia az egy eszköz. Nem, mert tényleg nem lehet rám mit mondani, érted? Az egy eszköz. Hihetetlen. Tehát, na, érted. Miniszter az szolga. Tehát, hogyha ezt valaki elkezdi, a minisztérium, az meg a szolgák gyűjtőhelye. Basszus. Tehát azért van, nem? Tehát, hogy szolgálja a közt. De nem, baszki. Tehát ilyen tök fordítottan ülünk a lovon, és én mindent bekevernék egyébként ide, mert hogy ennek az arroganciának a következményeit most már úgy nézem, hogy napi szinten megéljük, érted, amikor az Index újságíróját megverik a KFC-be, aki egyébként meg eddig csak, mit tudom én, jókat írt, meg egy ilyen önkéntes rajongója a KFC-nek, szóval tényleg nem tudom, hogy hova lehet még fejlődni. Na... Megtaláltam az egyik kedvencemet, ezt beolvasnám azért, mert ez csodálatos. Légy szíves. Azért beszéltem ennyit, hát ha találsz egy kedvencet. Köszi, Fifika. Ugye azzal védekezett az alperes többek között, mindenféle, tehát gyakorlatilag minden dobált így ki az ablakon, hogy nem, hagyjanak engem békén, de többek között azzal is védekezett, hogy ez így informatikailag kivitelezhetetlen az adatoknak a lekérése, stb. Úgyhogy akkor én így az egyik beadványomban demonstrálni próbáltam, hogy mégis mekkora erőfeszítés lekérni egy több gigabájtot tartalmazó tárhelyről a keresési kifejezéseknek megfelelő dokumentumok listáját, illetve ugye még az is volt, hogy az adatigénylésen partalan, túl általános, egyáltalán nem konkrét, és a többi, de akkor mondom, ami van. Az adatválogatás gond nélküli elvégezhetőségére nézve a felperes beadványában részletezte a saját, e körben szerzett tapasztalatait, rögzítette, hogy a 8 órás munkaidőn belül körülbelül 1 perc tényleges időráfordítással, mindenféle köztes emberi beavatkozás és felügyelet nélkül a felperes megkapta a szóban forgó próba során keresett kifejezésekkel kapcsolatos összes dokumentum listáját. Ha az alperes nem teljesen rendszertelenül tárolja a dohányzás fókuszpontjának munkaanyagait, akkor a tényleges adatok között történő keresés az előbb említettnél valószínűleg lényegesen rövidebb idő alatt is elvégezhető. Az infotörvény hatásszünet. És itt jön az igazi csúcs. Az infotörvény semmiféle felmentést nem ad az alperes számára az esetlegesen partalan, általános, vagy egyáltalán nem konkrét adatigénylések teljesítésére vonatkozóan, azonban az alperes maga erősítette meg a felperesi adatigénylés nem partalan, nem túl általános, sőt egyértelműen konkrét mi voltát. Ha ugyanis az alperes úgy ítélte volna meg, hogy a felperesi adatigénylés nem egyértelmű, akkor az infotörvény 28 paragrafus 3-as bekezdés értelmében 2015. december 31-ig felhívás kellett volna intézni a felpereshez az igénye pontosítására, azonban erre nem került sor. Hú, de öngól, azt a betyár élet. Majdnem minden ilyen védekezésük az ilyen öngólba fordult át. Zseniális, ha jó, annyira jó. De több ilyen idézettel nem terhelek benneteket, tényleg, aki egy szórakoztató olvasmányt akar átfutni, azt javaslom, hogy nézze meg, mert tényleg csúcs. Úgyhogy. Így viszont egyébként, hogyha fellebbeznek is, és nehogy Isten bármi történik másodfokon, ezt én végigviszem, hogyha az alkotmánybíróságig kell elvinni, akkor is elviszem. És a másik vicc a dologgal kapcsolatban, hogy ugye úgy fogalmaztam annak idején több pontba, és ezt köszönöm szépen a Dovi
meg a te nagy segítségedet is ebben a kérdésben, mert az igazi aljas módon való megfogalmazásban nagyon sokat segítettetek annak idején, hogy biztos semmi ne maradjon ki az igényelt adatok köréből, hogy ugye több helyen úgy van, hogy az Alperes birtokában lévő minden egyéb 2015. január 1-e után keletkezett, tehát így ott, ahol értelme van, és nem konkrétan mondjuk a T7404-jel kapcsolatos, vagy a nefi förmedvényesen tudománytalan hulladék összefoglaló jelentésével kapcsolatos dologról van szó, szóval ott mindenhol itt szerepel, hogy minden 2015. január 1-e után keletkezett. Hát figyelj, ha ezt kiadták volna nekem, ahogy kértem decemberben 2015-ben, akkor ez egy év anyaga. Így, hogy 2017 végét írjuk, így ez van. Már 3 év minden anyaga. Úgyhogy, ha még húzzák egy kicsit az időt, és még így fellebbezgetnek, és tart ez egy darabig, akkor igazából ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok anyag. Tehát én már gyanítom egyébként, hogy ők már WhatsAppon mernek csak üzengetni egymásnak, érted? Mert ha a hivatalos csatornákon fejtik ki a stratégiájukat, vagy a véleményüket, akkor azt be kell nyújtaniuk feléd. Tehát ennyi a történet. Jaj... Arról egyébként ez most jutott eszembe. Mondjad, Fifika. Mondjad. De nem, én csak mondani akartam, hogy köszönjük szépen a kitartásodat és a bátorságodat, mert azért valljuk be most már Magyarországon ahhoz, hogy valaki ezt névvel, címmel vállalja, érted, hogy így becselez a nefihez, ehhez most már lassan bátorság is kell, igen? Hát örömömre szolgált, köszönöm szépen a kedves szavakat, és megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki szurkolt, és követte az eseményeket, és kiváltképp szeretném megköszönni azoknak a kedves gőzléreknek, akik többször is akár megjelentek a bírósági tárgyalóteremben. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. És az jutott még eszembe ezzel kapcsolatban, hogy nem szól az ítélet igazából arról a kiegészítő hozzáfűzésemhez, amit még a keresetbe írtam, hogy ne felejts el a NEFI, illetve most már az ME hozzávenni az elektronikus levelezéshez Demjén Tibor gmail-es e-mail címét sem, mert hogy éveken keresztül hivatalos elérhetőségeként ez volt feltüntetve mindenhol, úgyhogy nagyon-nagyon várom azt is, biztos nagyon-nagyon érdekes lesz, és ha esetleg netán elfeledkeznének róla, akkor hát lehet pereskedni új fent. Igen, én szerintem mi is, mint egyesület az ő gmail-es e-mail címével álltunk kapcsolatba, és azt én soha nem felejtem, mert nyilván a gmail már kinőtte azért magát, de annak idején, amikor még ilyen tehát az, hogy nem kezdő informatikus voltam, mert ugye én kettőt kérdeztem, és egyből profi lettem, tehát azért még plusz 4-en kezdtem el annak idején programozgatni. És amikor kezdő egészségügyi informatikus voltam, és még tudod, így bejött két nővér, hogy hoztak egy doboz flopit, letölteném erre az internetet, mert hát mégiscsak érted, itt a rendelőben csak van egy kábelnet, akkor én erre iszonyúan jól emlékszem, hogy az első ilyen informatikai oktatás végén mindenkinek azt mondtam, hogy az embereket minősíti az e-mail címe. És akkor tudod, még akkor mindenki ilyen hülyén nézett rám, és mondom, két dolog minősíthet, hogy milyen a kukac előtt mit használsz, ez az egyik. Tehát akkor még mentek ezek a mit tudom én, Józsi Bubus 32, meg a túró tudja mi, és hogy a kukac mögött mit használsz, mert ha komoly ember vagy, akkor a kukac mögött már saját doménnak illik lenni, és nem freemailnek, vagy nem tudom én, Yahoo-nak, vagy akárminek. És még szerintem lehet, hogy akkor a gmail meg se volt.
És hogy az valahol az, tehát hogy érted, egy ilyen pozícióban lévő embernek gmailes e-mail címe legyen, az konkrétan szerintem botrány. Hát figyelj, egyrészt botrány, másrészt átláthatatlan közigazgatási szempontból is. Harmadrészt meg én akkor hidaltam le igazán, amikor elkezdtem ezután nyomozgatni, hogy gyűjtsem a peranyaghoz a példákat, hogy hivatalos WHO kapcsolattartóként is a WHO oldalán ott van a Gmail-es címe. Hát sőt, visszakapargattam egy kicsit, és mielőtt ennyire modern lett volna, hogy Gmail-re váltott, még freemail-es e-mail címe is volt. Ilyen hivatalos dokumentumokban. Ha jól emlékszem, annyira régen, hogy freemail, amikor még C3-nál volt a freemail, még mielőtt megvette volna a T. Egészen botrányos valóban. Na, hát ennyit a nem is tudom, a megtisztelésről, vagy az állampolgároknak a becsben tartásáról, vagy a saját komolyságon fölértékeléséről, vagy tehát nem tudom, nem szólt senki neki, vagy borzasztó, tényleg. Tényleg egy tragédia. Én ebből azt érzem egyébként, hogy egy persze lehet, hogy tévedek meg minden, de hogy ennek az én olvasatomban egy kicsit olyan szaga van, hogy valakinek egy kicsit fejébe szállt az önmaga a fontossága, hogy hát én annyira májer vagyok, hogy én ezt is megtehetem, hogy egy közfeladatot ellátó szerv vezető beosztottjaként ilyen e-mail címmel kommunikálok bele a nagyvilágba, mert én vagyok. Hát azt tudjuk, hogy indokolatlanul nagy hatalom összpontosul az említett úriembernek a kezében, úgyhogy nem lehetetlen, hogy az elmúlt évtized, talán már több is, mint évtized során egy kicsit a fejébe szállt ez a dolog. A passzát célszarás és a nebből, fenékből napvilágítás. Igen, ez, mikor megláttam a bejegyzésed, akkor így eszembe jutott a Arany János soha el nem évülő mondata, érted, hogy ha pőr, úgy mond, akkor legyen pőr. Ez annyira jó, hogy én még ezt adás címnek is javasolnám. Mert hát na, szóval tényleg ez a fülemüle soha el nem évülő mondata. Majd megkeresem már pontosan, hogy igen, ha pőr, hát legyen pőr, de mint én nekem olyan, mint hogyha az úgymond benne lenne, de megkeresem. Úgyhogy és ez lesz az adás címe, mert hogy picit ünnepeljük már meg azt, hogy idáig fejlődtek a dolgok, és ha Amerikában lennénk, milyen iszonyatosan jó lenne, mert akkor precedens értékű lenne, de nyilván adatigénylés kapcsán akkor nem mi lennénk az első nyertesek, hanem más, és akkor már nem kellett volna ezt a biciklit végig tolni a Magyar Bíróság rögös bicikli útján. De hát ez van, és hát ez a biciklitolás, meg a rögös út, ez most úgy néz ki, hogy eléri az úgynevezett heat not burn, remélem jól mondom, bárha Charlie, akinek ezúton is köszönjük a háttérmunkáját, itt lenne tuti, hogy belekötött volna, hogy az nem... Na én, nekem akkor is aple, én leszarom, érted, mert utálom a filozófiát, ami mögötte van, meg az eszköze és a szívem csücskei. Mondja, de hát a notebook boldog tulajdonosa. De mondtad, hogy lepasszoltad azóta, úgy. Igen, azóta már teljesen lepasszoltam, tehát megkapta lányom, és most egy csodálatosan jól használható Dell Latitude előtt ülök éppen, ami fele annyiba kerül, és kétszer annyit tud, de ez lényegtelen. Hát, nyilvánvalóan, hogy a
Még most sem tudom, hogy kell kimondani, de nyilvánvalóan, hogy az Apple fanok megölnének ezért a kijelentésért, de valamiért nekem az életem a Windowsra épült, illetve hát akkor nem nyugszik az élete stabil alapokon, Fifika. De ez hülyeség, figyelj. Tehát szerintem egyébként még hú, de rég volt. Tehát én azt gondolom, hogy használható stabil, tehát most nem arról beszélünk, hogy 5 percenként összeomlik, vagy nem tudom én akármi, de hogy használható stabilitása a Windowsnak a 2000, tehát még biztos, hogy emlékszel, az NT4 utódjára, ugye az volt a Windows 2000, akkor váltottak gyakorlatilag erre az NT technológiára. Én nekem onnantól kezdve igazából nem volt, nem azt mondom, hogy nem volt olyan, hogy összeomlott a rendszer, de hát a laptop is összeomlott, az csak egy kapcsolást végzett a két videókártya között, és olyan fehér halált produkált. Igen, mert hogy az almás cégnél nem kék halál van, hanem fehér, de tök mindegy, tehát... Hát ő... Igen, és ezt láttam már más Apple számítógépeken is, még a klinikumban is, ott is előszeretettel használták még a G4-es, ha mondjuk te nem vagy egy ilyen régóta fan ebben a történetben, de aki azaz tudja, hogy miről beszélek, tehát még a G4-es gépeket használták, hogy azok IBM PowerPC alapokon működtek. Volt egy olyan búkom annak idején, nagyon szerettem, amikor még RISC architektúra volt meg minden. Egyébként, ha már elkanyarodtunk erre a sztorira, én azt gondolom, hogy a Motorola és a PowerPC az egy architektúráját tekintve, én ezt vallom egyébként, bármennyire furcsa, architektúráját tekintve egy hihetetlenül kiforrott és nagyon stabil alap volt. Sokkal stabilabb és kiforrottabb, mint mondjuk az Intel. Tehát, na, de ezen szerintem nyilván lehet vitatkozni orvérzésig. Annak idején, amikor én az Atari ST számítógépemet megvettem, ami ugye kategóriájában egy Amiga 500, hogyha valaki annak idején nem találkozott Atari ST-vel, és mindig azt mondtuk, hát de bazd meg, hát a Pershing rakétákat is ezzel vezérlik, érted? Mert ez halál komoly, mert a Motorola 68000-es processzorok voltak a Pershingekbe, és azért volt a szocialista tábornál kokomlistás termék, nem engedték be. Nehogy véletlenül Szása beépíts az orosz rakétába, és ugyanazt tudja, mint a Pershing 2. Na de hát ez már a történelem homályába vesző sztori. Igen. Ja, még van? Nem. Már akartam fűzni a következőre, de mondjad, hogyha akkor ez akarsz. Megragadnám az alkalmat, hogy igazat adjak neked, mert valóban napjainkra a Windows már tényleg úgy tűnik, hogy kiforrott stabilitásban annyira, hogyha az ember egy 8 órás munkavégzés alatt bekapcsolja, majd 8 órával később kikapcsolja, és ezt ismételgeti a munkanapokon, akkor egészen varázslatos stabilitást tud nyújtani. Én, aki úgy használom a gépemet, hogy bekapcsolom, és addig használom, amíg össze nem omlik, nem sosem kapcsolom ki. Én egy kicsit másképp értékelem a stabilitás fogalmát, és hát azért becsületére legyen mondva egyébként, hogy így az XP-s időköz képest tényleg most már így a 2000 meg a 7-es óta, ami van, azért most már hetekig bírja, mielőtt feladom és bútolok egyet szerencsétlennel, ami azért nagy előrelépés, de csak az érdekesség kedvéért nem emlékeztem már a pontos számra, úgyhogy beeseshásztam itt az egyik kis Linuxos szerveremre, hogy hogyan érzi magát, és a White fülűe kedvéért elmondom, hogy a W parancs az most éppen azt mondja, hogy 2280 napja fut megállás nélkül. Várj. Ilyenkor én mindig azt szoktam, ugyanis én is üzemeltettem Linux szervert, és nekem meg a Linux szerverekkel mindig az volt a tapasztalatom, hogy az első frissítésig működtek. Lefrissített, és onnantól kezdve szállta magát. Mikor frissítetted?
Rendszeresen kell frissíteni, Fifika, az a nagy helyzet, hogy általában azok fossák szét magukat, amikor mondjuk lipcét vagy ilyesmit kell upgrade-elni, és akkor nagyon-nagyon rendszer érintő dolgok módosulnak, hogyha ilyen kis becsekbe csinálod, nem emlékszem rá, hogy mikor frissítettem utoljára, ez azért nyilvánvalóan egy eléggé régi gép, de hogy a gyakori és rendszeres frissítés az, ami elkerüli ezeket a nagy összeomlásokat. Tehát 2280. Ez okay, több mint 6 okay. év, srácok, ez több mint 6 év. Oké, okay, ezt nem tudom überelni, mert nekünk a rendelőbe futott két IBM, nem, bocsánat, két Dell szerver, amin, basszus, hát annyira ki akartam mondani, 3.5-ös, mi volt az a hálózati kiszolgáló, amit a Novell, az az. Futott rajta, és az konkrétan úgy történt, hogy így hozták a két Dell szerver, de ilyen, nem is tudom, baszki, ilyen kis hűtőszekrény méretet képzelje. És 286, hülye vagyok, miről beszélek, Pentium 2-es kártyák voltak benne, és bekapcsolták, érted? És azt hiszem, hogy 5 év után, amikor már így mindent cseréltünk, akkor lekapcsoltuk. Tudod, szünetmentes rajta, minden, soha nem állt. És közben, mit tudom én, ilyen, hát már a végére talán ilyen 80 giga volt egy éjszakai mentés a streamen, tehát hihet, és azt csak tudod, a dibézes adatbázis. És, tehát. És akkoriban az megszámlálhatatlanul sok adat volt. Hú, rengeteg, és mindezt nem tudtad csak 256 lépés mélységig szervezni könyvtárba, mert a kibaszott rarba az meg nem tömörítette be. Érted? Hihetetlen. Na mindegy. Lépjünk is túl ezen, mert azt gondolják, hogy mi olyan öregek vagyunk, érted, hogy datszalagra mentünk, de azt csak így mondom, hogy ma is arra kell menteni, hogy nincs eszköz, ami ezt az adott mennyiséget egyébként így lineárisan kiszippantaná a sztoriból. Lyukkártya, kérlek, Fifika. Hogy? Lyukkártya. Nem egyszer valaki mondta, bazd meg, hogy de hülyék vagyunk, bazd meg, miért nem veszünk egy CD írót? És mondom, mi lesz? Éjszaka cserégeti a portás a CD-ket benne? Vagy mégis hogy képzelted, érted? Jó, Istenem. Na, tehát amiben belekezdtem, hogy picit, tudod, ez a kettősség, hogy picit örül a szívem, meg hát nyilván nem, hogy utolérte az e-cigaretta trollok, az e-cigaretta trollok, tudományos trollok utolérték a heat not burn termékeket, ugye ez az nem égéssel működő dohányt hevítő termék. Hát hevítéssel működő. Nem tudom, tehát lényegtelen, ugye ennek a rettentő rövid nagy... Rövid így, mert belezavarodsz. Igen, ennek a rettentő nagy sztárja az IQOS nevű készülék. Már most ez fizetett hirdetés lesz, remélem támogatni fogja a podcastet a cég. Mi leszünk a dohánylobbisták, ne hülyéskedj. Ja, már azok de vagyunk. Hát egyébként meg azok vagyunk, azt tudjuk, hát, azt megmondták. Teljesen mindegy. És ahogy elolvasod ezt a cikket, nyilván benne lesz a podcast show notes-ába, ahogy elolvasod ezt a cikket, érted, vigyorogva köszönnek vissza ugyanazok a balfasságok, amit annak idején az e-cigarettával kapcsolatban állítottak, tudod, ez a de nem ismerjük, de nem tudjuk, de idő kell még hozzá, de stb. Csak ugye itt az a helyzet állt elő, hogy ez nem egy közösségi finanszírozott eszköz, hanem hogy ezt tényleg tőkeerős cég
cégek, most már mondhatom, mert ugye több dohánycégnek van már ilyen terméke, tényleg tőkerős cégek nyomják, és ugye ezeket nem lehet így elnyomni, mint a Jancsi szöget, érted, hogy most akkor izé, de hogy ugyanazon az úton fog végig menni ezeknek az eszközöknek is a nem is tudom, tudományos trólkodása, és ugyanazok a fogalmak, tehát olvasd el a cikket, nem tudunk eleget róla, de az biztos izé káros, vagy még károsabb. Kapu. Minden, érted, és hogy hál' Istennek, hogy a Big Tobacco is szembesül azzal, amin mi már itt nem is tudom hány éve szenvedünk egyébként. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, de tényleg csak így csemegézésképpen. És ami egyébként így a cikk végefele még hihetetlen módon érdekes, az, hogy most már szerintem így a tudós társadalom azért ebben a kérdésben egy picit megosztott lett. És ezt az e-cigarettának köszönhetjük. Hogy most már vannak emberek, akik nyíltan kimerik mondani, hogy de hát na, hát azért álljunk már meg egy szóra, tehát most hagyjunk, mit tudom én, 10 millió ember dohányozni. Emlékszel az amerikai tanulmányra, ami megmondta, hogy hány évvel fogja meg növelni a dohányosok életét, vagy mondjuk azt, hogy bocs, nem tudjuk, tiltsuk be, mert azt se tudjuk, mi ez, meg izéhozé, tehát ez most már így iszonyú nehezen állja meg a helyét, és ilyenkor mindig elfog a te fajta lelkesedésed, hogy hát, ha tényleg történik már valami ennek az elfogadottságában, és hát így nem, tényleg nem értem, hogy a kávé, a fű, a nem tudom én, mondjál még ilyen élvezeti cikkeket, az alkohol mellé, miért nem lehet a nikotin kedvelőket, akik nem hagyományos úton szeretnének nikotint magukhoz venni, vagy már az se, miért nem lehet őket békén hagyni? Tehát, hogy na... Erről az a klasszikus hasonló jut eszembe, amit már nem emlékszem, hogy ki mondta, de valamelyik okos ember az ártalomcsökkentés pártján, hogy hát könyörgöm, ha a teádat úgy fogyasztanád el, hogy papírba sodrod, meggyújtod és elszívod, pontosan ugyanolyan káros lenne, mint a dohányzás. Ez így van egyébként, és de jó, hogy ezt mondtad, mert volt egy ilyen apró hát még csak vitának sem mondanám, az egyik patrónunka, és nekem ott kezdett így megvilágosodni az agyam, hogy egy csomó ember mennyire igénytelen egyébként úgy önmagával szemben. De persze nyilvánvalóan, amikor nem is tudom én, próbálunk attól óvni, hogy rosszabb, vagy nem annak a szabványnak megfelelő alapanyagot szerezzé be, akkor én mondjuk konkrétan azt nem azért teszem, hogy az én boltomból vásároljam, az enyémből például most nem tudsz, és valószínűleg, hogy majd soká fogsz tudni vásárolni a neten, de ezt nem azért mondogatom, mert hogy mit tudom is én bárkit reklámozni akarok, vagy bárkinek az üzletét akarom rontani, hanem mert egyszerűen nem tudom képzelni, hogy valaki összekeverje a gyomrát meg a tüdejét. És ilyenkor mindig azt érzem, hogy ez történik. Tehát, neked nem szokott korogni a tüdőd? Nem. Egyrészt, vagy sípolni a gyomrod? Másrészt meg, ha van egy élelmiszeripari szabvány, ami lenyelve jó, tehát hogy érted, az nem biztos, hogy elszívva is oké. Okay.
Tehát, és akkor ilyenkor mindig azt szokták mondani, de hát a borászat is milyen jó. Igen, bazd meg, csak az egyfajta élelmiszeripari szabványnak felel meg, bár most már van borászati szaküzlet, aki például farma minőséget árul, de hogy az egyfajta élelmiszeripari szabványnak felel meg, ami a gyomrodra vonatkozik, nem a tüdődre. A tüdődre oda a farma minőséget kell vásárolni, mert az való oda. És tudod, így ültem, így olvastam, és végül is mondom, baszki, hát ezért nem értik, hogy mi a kettő közt. És tudod, ilyenkor jönnek, hogy tehát nézd meg a tisztaságot, meg bármit megnézhetek. Onnantól kezdve, hogy azt valahol kiöntik egy kannából egy másik palackba, egy borászati szabványnál mondjuk, mondok valamit, nem kell bizonyítanod, hogy a flakon UV-fertőtlenített. Pont. Bármibe önthetett. Tehát így kifújják a flakont, belebasszák egy műanyag zsákba, az elutazik valahonnan, valahová, közben a kutya a körbe húgyozza, bármit csinál vele, utána kibontják, Mariska néni meg a tőcsérből áttölti. Az, még ha farma minőséggel kezdte is az életét, az abban a flakonban már semmi köze semmihez. Érted? És akkor ugye ilyenkor mindig a végsérv az szokott lenni, hogy de hát azért a dohányhoz képest még ez is jobb. Igen, ebbe igazad van, ez is jobb, de ezt én úgy gondolom, hogy egyfajta igényességnek azért kéne lennie, és itt baszki 10 milliné, nem is tudom, 3 forintról beszélünk, vagy 4-ről, tehát hogy na, mindegy, ez csak így most beugrott arról, amit beszélgettünk. De jó, hogy beugrott egyébként, és igazából elgondolkodtam itt menet közben, hogy nem tudom tényleg, mit nem lehet ezen megérteni, hogy annyira egyszerű, hogy az ártalomcsökkentés az úgy tud érvényesülni, hogyha olyan tisztaságú komponensekből épül föl, amiről tényleg elmondható, hogy nagyságrendekkel kevesebb egészségkárosító anyag van benne. Nyilvánvalóan minél kevésbé tisztább, minél kevésbé magasra minősített anyagról van szó, annál kevésbé ügyelnek arra. Nyilván nem fogja elérni a dohányzásnak és a dohány elégetésének a füstképződéssel járó brutális egészségkárosító hatását, de hogy akkor is tényleg, hát hogyha ennyire kicsi plusz befektetéssel meg tudod oldani, hogy valami brutálisan jó minőségű dolgot használ, akkor könyörgöm, tedd már meg. Igen. Nem mondtam semmit. Ja, oké, mert hallottam egy ilyen böt, mondom, biztos valamit szeretném mondani. Az de a akkor szellem nem. Volt a gépben. Az éter, hát vagy a, tudod, már most le is hallgatnak minket, vagy bármi. Innen is köszöntjük az elvtársakat, akik a kettőnk közt felépülő kapcsolatra telepedtek rá. Mint ahogy az én barátom, aki statisztikával foglalkozik, rátelepedett arra a statisztikára, amit nyilván nem illetve hát reprezentatív a saját körünkben, ugye reprezentatívnak mondhatjuk. Statisztika, és itt Krisztiánnal így elemezgettük ezt a statisztikát, és próbáltuk viszonyítani azokhoz a számokhoz, amiket mi tudunk a magyarországi fogyasztókról. És hát ő az ilyen, hogy mondjam, picit rutinból állt neki ennek a sztorinak, így nagyjából elmondtam, hogy ez a piramis csúcsa, és hogy hogyan lehetne valamiféle fogalmunk arról, hogy ugyan Magyarországon hány fogyasztó van e-cigaretta kapcsán. És hát neki azért vannak erre taktikái, hogyha... Modell, ezeket modellnek hívják. Jó, én csak taktikának hívom, mert én csak azt látom, hogy morog magába, húzgálja a veszőket, meg az aláhúzásokat, és akkor meg kérdez egyszer-kétszer, és akkor így próbál valamit mondani.
De hogy megpróbáltuk megsatszolni, hogy mennyi külföldi, illetve mennyi külföldre menekült webshop van, aki a magyar piacra szállít be, és hogy ezeknek milyen forgalom mellett írné még meg. És akkor azért egy olyan szám jött ki, Krisztiánnal adás előtt erről beszélgettünk, de egy olyan szám jött ki, ami szerintem most mindenki egy picit be fog fordulni magába, és elkezd gondolkozni, hogy itt Magyarországon nincs 200 ezer fogyasztó, itt olyan 100 ezer fogyasztó lehet a Tibor barátom véleménye szerint, és megdöbbentő, hogy ez a... Hogy mondod? Tibor. Ja, de nem az a Tibor. Bocsánat, tehát nehogy valaki félreértse. Tehát ő ezt marhára nem tudná kiszámolni szerintem, vagy megbecsülni, mint hogy ugye abban a fölmérésükben is szerintem hülyeséget becsültek. De hogy, és én azt mondom, hogy igen, és hogy próbáltuk a piaci szegmenseket nézegetni, és azt gondoljuk, hogy ez a 100 000 fogyasztó, ez az, ami közelebb áll a valósághoz, mint mondjuk a 200 000. Nyilvánvaló az is egyébként, hogy van egy csomó olyan ember, aki kettős felhasználó, illetve úgynevezett részleges fogyasztó, tehát amikor így rájön, akkor szív, aztán megint cigizik, aztán lehet, hogy egy hétig megint cigarettázik, vagy éppen a munkahelyén cigarettázik, otthon cigizik, tehát rettentő sok variáció létezik. De hogy ezt most, ez a szám, ez ezt sugallja, és talán ebből 10%, aki vásárolgat trafikban, és talán egy 20-25%, aki a webshopokat, vagy 30 esetleg, aki a webshopokban szerzi be a likvidjét, és a maradék 60%-on osztoznak az otthonkeverők. És amikor azt mondjuk, hogy otthonkeverők erre a 60%-ra, akkor ne azt gondolja senki se, hogy itt mindenki a borászati szaküzletbe battyog egy liter, és megveszi az aromát, és beletölti, hanem ebben benne vannak azok is, akik nem csak maguknak kevergetnek otthon, hanem másoknak is. Úgyhogy ez egy ilyen rettent. És akkor én ezen így gondolkoztam, hogy vajon miért alakul így a piac, és hogy miért van ez. És így végig futott bennem az elmúlt, nem akarom mondani, hogy 8 év, mert az olyan, tudod, ez az elmúlt 8 év, de így végig futott bennem, hogy basszus, hát azért ez egy bütykölős közösségi sztori. Tehát, hogy itt, aki annak idején kezdte, és én amikor először a Fekete Fórumra fölléptem, azt hiszem, hogy ilyen 1100-an voltunk talán. Tehát ennyi volt a fórum tagsága. Annak nyilván már a kétharmada föl se járogatott oda. De volt egy nem tudom, egy 50-60-100 lelkes ember, aki ott a fórumon aktív volt. És hogy így egymástól tanulgatva, videókat nézegetve, ugye kevergetve szépen elfejlődtünk idáig. Tehát azért ezt a műfajt, hogy elektromos cigaretta és felhasználó, piszok nehéz lesz beterelni egyfajta mosóporfogyasztói csatornába. Hát nem tudom, te hogy látod, Krisztián? Hát pont így. Elképesztő heterogén. A gőzlér társadalom. Úgyhogy igen. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy nyilván a saját keverés az egyfajta sikerélmény. Tehát aki egyszer megízlelte ennek a sikernek a gőzét,
azután a nehezen mond le róla, még ha felét a lefolyóba önti akkor is, hogy ne kísérletezzen otthon. Egyébként meg férfi emberekre jellem, tehát én imádok főzni. Nem te szoktál főzni, Krisztián? Én nem szoktam főzni, mert néhány dolgot tudok, de hogy nálam hátrébb rangsorolódik a de jól eltöltöm az időmet kategórián belül, hogy állok a konyhában, úgyhogy én néha, nagy néha eszembe jut valami, és akkor, de hogy értsd, hogy képbe legyél, a teljes repertoárom az kimerül a tojásrántotta, a spagetti, és hogy jobbakat említsek, strapacska, jutúros strapacska, és a rakott krumpli elkészítésében. Most nagyon próbálok visszaemlékezni, de szerintem hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezektől eltérő dolgokat valaha is elkészítettem az életemben. De ez már nagyszerű egyébként, tehát egy abszolút túlélő vagy, mert egy lakatlan szigeten és spáráruházban már nem halná éhen. Nem, ott biztos nem. Honnan tudtad, na mindegy, basszus, tényleg a Mirelli strapacskás párban szoktam benni. Édesanyám nagyon jó leves tud porból főzni. Na mindegy, szóval, hogy azért ennek is megvoltak, vagy megvannak a varázsai, és az élmény szintje, meg az egyéb bűbájos szépségei. Úgyhogy, na, tehát ez van. Én azt gondolom, hogy itt hihetetlen, és ezt látom Romániában is, hogy túlbecsült valószínű a piac, de ez nem azt jelenti amúgy, hogy itt nem várható egyfajta robbanás, mert hogy az EU-s áremelések és a jövedékkiadó szigorítások, és jön ugye a nem tudom, nyilván ezt kevesen követik, vagy nem annyira figyelnek oda, de jönni fog a track and race a dohányiparba, ami szerintem előbb-utóbb eléri egyébként a likvideket is. Ugye ez az a fajta nyomkövetés, basszus, amikor a cigis dobozra... Hogy? Likvid esetében egész az ánuszig követhetik. Igen. A glicerin. De legalábbis a glicerin, igen. Hogy amikor a cigis dobozra rányomódik a kód, online bemegy a központba az a kód, ami rányomtatódott ebbe a pillanatba a dobozra, és ha bárhol Európában leveszel egy cigis dobozt, meg fogják mondani, hogy melyik üzletpolcáról vetted és mikor. Tehát ez a track and trace, ami egy abszolút nyomkövetés. És hát nyilván ettől az Unió azt várja majd, hogy a fekete piac kifehéredik, na de eddig is megmondtam volna nekik, hogy az ukrán cigi vagy nem. Tehát ez ilyen csukafogtaróka, mindegy. De én most azt látom, hogy amit a dohányipar, tehát amit a dohánypiacon az Unió beszigorít, az előbb-utóbb el fogja érni a likvideket is, vagy hát valami hasonló dolog. Lehet, hogy egy picit finomítva, de valami hasonló dolog. Elnézést, a kutyám fölkapta fejét valamire. És hát ha már leveseknél tartunk, neked van valami brutális tapasztalatod? Brutális megmenteni valóban van, de előtte még egy kicsit reflektálnék erre a statisztikai elemzésre, mert hogy én kevésnek érzem ezt, és hát nyilván mivel tényleges értelemben véve nem volt reprezentatív a mintánk, ezért nagyon nehéz ebből rendesen visszafejteni, és hát nyilván ez egy modell, ami fölállít egy valamilyen beslést a számosságot illetően, de hogy én ezt nagyon kevésnek érezném. És nyilván ebben benne van az, hogy oké, hogy 2013-as felmérésére azt mondta a NEFI, hogy körülbelül 200 ezer elektromos cigaretta felhasználó van Magyarországon, de hogy ezt már a múltkor is körüljártuk egy picit, hogy amennyire a NEFI nem ért ahhoz, hogy hogyan kell elektromos cigaretta kapcsán kérdezni. Semmiféle különbséget nem tett ugye a rendszeres használók, vagy a nem rendszeres használók között, úgyhogy igazából nem tudhatjuk, hogy ez
ez mi a fene lehet, de hogy én nagyon kevésnek érzem a 100 000-et, kiváltképp azok után, hogy tényleg az elmúlt 5 évben a világ minden tájáról, ahol még normálisan kapható volt elektromos cigaretta, azok a hírek jöttek, hogy évente meg 4-szereződik a piac. És tényleg mióta járok a városban, és akármerre nézek, a közvetlen környezetemben is, és simán az utcán lévő embereket nézve is, lépten nyomon visszaköszönt újra-újra egy-egy újabb e-cigarettás. Szóval én ez alapján azt gondolnám, hogy a 100 000-nél azért jóval többen vagyunk. De baromira érdekes, hogy itt lenne egy ilyen tök érdekes kérdés, és igazándiból tök érdekes lenne nagyon sok szempontból, és az a közfeladatot ellátó szerv, akinek dolga lenne, hogy ezt precízen meg tudja mondani egy reprezentatív felmérés alapján, az nagyjából a saját fenekét nem találná meg egy viharlámpával sem ilyen területen. Úgyhogy ja, én ezt alábeslésnek érzem, De tök jó, hogy vannak ilyen modellek, és tök jó, hogy egy kicsit így nagyobb, tágabb perspektívában lehet megvizsgálni ezt az egész kérdést. Igen, szóval ez hogy mondjam, tehát a nekem is ilyen megdöbbentő volt. Lehet, hogyha elvinnénk egy harmadik statisztikushoz, hogy, mert ez akár merő nézed, ez egy töredék. Tehát most olyan, mint hogyha megpróbálnád egy cserépdarabból megmondani, hogy na bakker, ez most korsó volt, vagy kiskancsónak az alsó kerek része, vagy mi, tehát nehéz bármit is, de jó, mint vita alap, vagy mint elgondolkozásra késztető adat. Egyáltalán nem lehetetlen. Tehát egy életképes forgatókönyv. Én többnek gondolom, de ettől függetlenül ez is egy teljesen elképzelhető helyzet. Na de te milyen helyzetbe kerültél? Arról beszéljünk, Krisztián. Én olyan helyzetbe kerültem, képzeljétek el, hogy befagyott a pokol, bementem egy dohányboltba, ami tényleg dohánybolt volt, tehát nem ez a felturbózott dohánybolt, ahol a csodának köszönhetően van rendes, normális e-cigaretta sarok, hanem elindultam munkába, és menet közben vettem észre, hogy bizony minden igyekezetem ellenére, bár az asztalra kikészítettem, ott maradt, ahova kikészítettem az aznapra szánt levesem. Úgyhogy így meglötyögtettem a kis tankom alját, és azt mondta, hogy öreg, te itt korábban bajban leszel. Besípolt. Besípolt, de mondom, figyelj, annyi elcég is kollégám lett az utóbbi időben, valakitől tarhálok majd valamit, és akkor így jöttek a mentolos, mondom, ez pont nem. De figyelj, itt van kint ez a trafik itt a másik utcában, és ott egész tisztességes választék van, meg már egy másik kollégám is mondta, hogy szeretne új tankot, és van itt ez a trafik, hogy jó-e, ami ott van, és mondtam már neki, hogy be fogok menni, megnézem, hogy egyáltalán egy árban, választékban érdemes-e foglalkozni a kérdéssel, úgyhogy mondtam, na jó van, akkor itt a remek alkalom, magamra öltöm áruhámat, és bemegyek egy trafikba e-liquidet vásárolni, hogy legyen mit szívnom, és akkor már két legyet egy csapásra felmérem a kollégámnak a választékot, meg az elfogadható árszínvonalat is. És bementem, és lehidaltam, mert szánalmas választék. Kétféle mod, nagyjából, az árak azok egyébként nagyjából stimmelnek, és azt is elmondom, hogy a liquidben is nem durrantak el ott valamiért, lehet, hogy valami korábbi készletet tolnak ki, vagy de hogy az a jövedékkiadó meg nem így működik, hogy a korábbi készletet olcsóbban kijárulja, nem Fifika? Nem. Hát ez az, hogy nagyon furi volt, mert hogy ilyen teljesen... Várj, mert a jövedéki, tehát, na, hogy mondjam neked, én úgy tudom, hogyha majd mondjad, hogy milyen liquid volt, és akkor megmondom, hogy árulhatta-e úgy, hogy nem volt rajta jövedékkiadó. Akkor elmondom a jó részét a sztorinak. Igazából mindenféle nagyon bizarr likvidek voltak, amiről az első gondolatom az volt, hogy hát téged meg honnan szalasztottak, meg volt nekik hangzenük is, amit szerintem utoljára 5,5 évvel ezelőtt szívtam talán, és nem hiányzott, és volt néhány helm is. És én ugye sokáig szívtam helmet, mielőtt elkezdtem volna kevergetni magamnak, úgyhogy legalább egy nagy kül leesett a szívemről, hogy legalább nem valamilyen ilyen ágyú töltelék valamit kell szívnom. Úgyhogy vettem egy valamilyen
kremberis ízesítésűt, mert hogy a másik likvidem is kremberis volt, tehát én nem tudtam a fantázia neve alapján eldönteni, hogy kremberi és micsoda, de azért próbáltam bízni benne, és a helmek voltak 8-90-ek, és a hangzen és a többi ilyen, mondom, hogy no-name, mert nem derült ki belőle, hogy mi volt, azok ilyen 1001-1002 környékén voltak. Úgyhogy egyébként jól óra tettem, teljesen jó kiváltotta, békésen elszívtam egy fél flakont a Helm Liquidből benne a cégnél, és benne hagytam vésztartaléknak, hogyha legközelebb ilyen hülye vagyok, akkor legyen egy kis pótlikvidem odabent. De hogy ami igazából, egyrészt megörültem neki, hogy találtam egy olyan likvidet, amit hajlandó vagyok elszívni, vagy tudom egyáltalán, hogy érdemes arra, hogy elszívjam. A másik viszont az volt, hogy tényleg nagyon szánalmas volt a választék. Mondtam meg, milyen erősséget szeretne. Hát mondom, nézzük meg, hogy milyen a 12, mert lehet, hogy az én hatosom az a piaci 12-nek felel meg. 12-ből hát van 3-4 ízünk, mondom, jó, akkor 6-osból, hát ezek azok, és hogy érted, az a meccés a halmazok között, ami kielégíti az igényeimet, az irgalmatlanul kicsike volt. De még mondjuk bárkinek, aki betévedés és megpróbál eldönteni, hogy mit szívjon, hogy annyira szűk volt a választék, és ezekben az ínséges időkben értékelem, hogy legalább volt valamilyen szintű választék, és hogy relatíve értelmes árakon meg lehetett kapni. De hát ilyen szívbe markoló élmény volt ez a fele a dolognak, hogy bejön valaki, aki dohányos, és valami tanácsadásra lenne szüksége, meg ne adj Isten választékra lenne szüksége, és meg van lőve, ott van, ahol a part szakad, mert az eladók is. Hát, ugye, volt egy-két kérdésem, és így a vállukat vonogatták. Hát, azt ők nem tudják, ezt szokták vinni. Tehát ez odáig terjed a szakértői hozzáértés, vagy az eladói szakértelem az elektromos trafikokban forgalmazott elektromos cigaretták kapcsán. Nyilván egy adatpontból messze menő következtetés nem szabad levonnom, de azért meglepődnék, hogyha ha nem ez lenne az általános, hogyha ha mások ezt szokták. Igen, tehát én azt érzékelem, hogy egyrészt szakmailag, pedig hát azért mint egyesület is, mint Magyarországon forgalomba volt likvidhez valami közömnek lévő emberként is, próbáltuk ezeket a csapdákat kikerülni, de nem tudod. Tehát a trafikban lévő munkaerőt ugye elsősorban meg kéne becsülni, másodszorban szakmailag kéne képezni, vagy tovább képezni. Ugye ez a trafik tulajdonosnak az egyik ilyen elmaradása, de szerintem előbb-utóbb rájönnek, hogy ez másképp nem fog működni. És hát ha a likvidet nem is, de a pénzt azt mindenki szereti. És a másik dolog meg az, hogy én azt látom, és mindenki kövezzen meg, aki nem így gondolja. Én azt látom, hogy ha valaki ma Magyarországon, mondjunk egy példát, likva. Tehát Magyarországon a likvát valaki forgalmazza, és adja el a trafikoknak. De arra már senki nem fordít se pénzt, sem időt, sem energiát, hogy amit régen csináltak, hogy elmész, véglátogatod azokat az üzleteket, ahol forgalomban van a likvid, elbeszélgetsz az eladókkal, elmondod, hogy miért ezt ajánlják, hogy hova tegyek ki, hogy nézzen ki a polcrend, stb. Hogy egyáltalán, ha bemegy valaki, akkor legalább azt a likvidet szakszerűen tudják a kezedbe nyomni. Ja. Érted? Jaja. Tehát ezt már megint biztos szarul fogom mondani, de hogy ez a fajta, nem is tudom, minek hívja a szakma ezt, merchandiser, vagy valami ilyesmi a neve ennek a tevékenységnek, hogy
ez abszolút hiányzik a liquid piacról, de ugyanez a készülékekkel, vagy bármivel, ami most a trafikban van. Részben én azt gondolom, hogy a trafikban dolgozó, vagy a trafik tulajdonosnak a felelőssége, hogy ezzel foglalkozzon, részben pedig azoké a nagykereskedőké, akik ezt behozzák, vagy a márka tulajdonosé, vagy bárki. De hogy ezzel foglalkozni kéne, mert hogy ez nem a piros Marlboro kategóriája. De ezt már annyiszor elmondtuk, hogy igen, ez biztos szar lesz árulni, főleg egy olyan trafikba, ahol mondjuk 10 állnak sorba, és van valaki, mint te bemész, és azt mondta, hogy hát nem is tudom, hát kéne valami, kicsit krémes, kicsit, hát nem tudom. És ugye kóstolni nem lehet, név alapján baszki, tehát az, hogy mit tudom én, Julianus barát lehelete az meg, ebből semmit nem fogsz tudni megmondani. Képek gyakorlatilag, nem tudom most mennyit láttál, de igazából nincsenek a liquideken, tehát ilyen vizuális információ alapján nem fogod tudni megmondani, hogy az mi. Hát ezen a 10 ml-es méretek se segítenek, ugye nem sok helyen. És ezen a 10 ml-es méret se segít. Igen, és hogy még egy kurva szórólapot se tehet ki a trafikos arról, hogy az adott liquid, tehát kifelé, ez egyébként abszurdum, tehát hogy bemegyek, oké, be van fóliázva a bolt, rendben van, illetve nincs rendben, de hogy nem lehet kirakatot nézegetni, rendben van, hogy belépsz egy ilyen üzletbe, és mondjuk még az is lehet, hogy nincs külön pult, vagy külön polc, vagy nem tudom, milyen volt a polcrend, tehát hogy ott egyáltalán átlátható volt a választék. Hát itt a legtávolabbi sarokban volt elsúvasztva. A faszat, tehát egy 10 millis... És elindultam oda, hogy megnézem, milyen likvidek vannak. És hogy mondták, hogy oda nem. Ott álljunk meg, legyen szíves, mert onnan már nem jöhet tovább. És akkor így mi? Guasszam a szememet? Vagy onnan döntsem el, hogy mit válasszak? Édes Istenem. És meg van tiltva. Tehát, hogy te nem ajánlhatsz, nem kóstolhatsz, nem... Tehát basszus, ha már benn vagyok egy lefóliázott, kívülről be nem látható helyiségbe. Tűzvédelmi rendszabályokat szerintem nem sért meg, hogyha valaki egy egókazámból pöffent egyet, vagy egy nyitott üvegből egy cseppet, mondjuk akár nikotinmentesből a kezére csöppent, szétdörgöli, vagy lenyalja, vagy bármit csinál vele, de legalább valami fogalmat alkot, érted arról, hogy az milyen ízű. És ezeket nem lehet megtenni. Tehát, hogy amikor a jogalkotó erre gondolt, érted, akkor, vagy ezt a döntését így meghozta, akkor vajon mi forgott a fejébe? Érted? Tehát egyszerűen elképeszt. Ez teljesen olyan, mint hogyha elmennél mondjuk a tetszőleges ilyen tévéket forgalmazó szaküzletbe, és minden tévé ki van kapcsolva. Be lehet kapcsolni? Á, majd otthon. Itt nem lehet bekapcsolni. És milyenek a színei? Milyen a képe? Hát, szokták szeretni. Jó. És van valami műszaki leírás? Nincs. Mennyit fogyaszt? Nem tudom. Tehát olyan abszurd, érted, mint egy ilyen angol regény. Nem tudok rá mit mondani, mert ugye kezdődött a trafikba kényszerítése, folytatódott a jövedéki adóval, olyan, mintha valaki mindent elkövetne azért, hogy senki ne szokjon rá az e-cigarettára. Abszurdum. Hihetetlen. Hát faszkalapok. Tudod mi a faszkalapok, de ha már faszkalapok, szembe jött a hét faszkalapja velem a héten, a minap. Ülök így békésen, olvasgatok. Képzeld el, megszólalt az ausztrál egészségügyi miniszter. Jaj. Én nem tudom, hogy ez valami ilyen munkaköri kritérium, hogy egy degenerált fasznak kell lenni ahhoz, hogy valakiből egészségügyi államtitkár, vagy EU-miniszter, vagy ilyesmi legyen. Elnézést a 18 pluszos szavakért, de hát tényleg annyira elképesztő. De legalább
De legalább őszinte a fazon. Tehát azt tudjuk, hogy Ausztráliában elég érdekes a szitu. Ma egy infografika is szembe jött velem, ami ilyen ausztrál tartományokra lebontva ábrázolja azt, hogy mi van akkor, hogyha te nikotinos elektromos cigarettát, vagy nikotinos likvidet fogyasztasz ezeken a területeken, tehát birtokolsz, mint fogyasztó, és a büntetés az ilyen 1000 ausztrál dollártól 45 000 ausztrál dollárig terjed, annak függvényében, hogy hol vagy, és az egyik északi nagy tartományban, nem ismerem a nevüket ezeknek, az van, hogy ha jól emlékszem, 10-valahány ezer ausztrál dollár, vagy egy év letöltendő börtönbüntetés. Micsoda? Poddom, van Ausztráliában egy olyan tartomány, ahol ha birtokolsz nikotinos utántöltőt, és nikotinos utántöltőt fogyasztasz, akár egy év börtönbe is zárhatnak érte. Ezt nem hiszem el, baszki. Ezt majd átküldöm az infografikát. Egészen elképesztő. Az Attila Dankó osztotta meg egyébként, tehát így ő benne, mint forrásban, ausztrál forrásban hiszek, vagy neki hiszek. Egészen hihetetlen. És akkor jön a hét faszkalapja, és őszintén közli, hogy az nikotinos elektromos cigaretta legalizációja Ausztráliában, amíg ő ott van, addig nem. Amíg ő a posztján marad, addig ez nem fog megtörténni. De miért? Tehát, hogy ezt komolyan mondom, ezt az ausztrálokat már eddig sem nagyon értettük, de hát ez kinek a reinkarnációja ez az ember, érted? Tehát... Én mondom, hogy ezeket külön tenyésztik, ezeket a kretineket, hogy tudom. Elképzelésem is. És megy, és fölvállalja. És érted, ott van, még belemegyek abba is, hogy oké, vannak viták a tudományos közösségen belül, igazából nem, a tudományos közösségen belül nincsenek viták, a tudományos közösség és a tudományos trollok, amit ilyen gyönyörűen megalkottad ezt a szóösszetételt itt az adás elején, ott vannak viták, meg ilyenek, de hogy akkor is ezt így kimondani, hogy nem. Amíg én itt vagyok, ebből nem lesz semmi, mert még a végén több ausztrál hagyná abba sikeresen a dohányzást. Egészen elképesztő. De hogy hová tart ez a világ, de komolyan. Tehát olyan, mintha valakinek így visszafelé forogna a föltengelye. Tehát egyébként néha nekem itthon is ez az érzésem, hogy hazajövök és mondom, mi van, bazd meg, időgép? Vagy mi a tököm lett itt hirtelen? Hát... Ez ilyen gyönyörű utolsó mondatok egyike lehetne egyébként, mert azért egy miniszternek is van főnöke, és hogy Isten valaki így olvasgat, hogy mi van a világban, meg hogy milyen kutatási eredmények vannak, hogy úgy egyáltalán a szakirodalma ennek az egésznek, akkor egy ilyen mondatra az adekvát válasz az, hogy amíg te nem, jó, hát akkor szervusz, lehet hazamenni. Otthon legyél a négy fal között, idióta. Ez kész. Viszont, és mi is készek vagyunk. Viszont mi is készek vagyunk egyrészt. Másrészt, képzeld el, nem tudom, te mennyit láttál már Star Trekből, mert én most már láttam a negyedik részt is. Én az ötödiket is láttam, kérlek szépen. Az most jött hétfőn. Infarktust kapok, akkor azt én máma még előkotrom, mert a kedvenc oldalomon akkor még nem volt fönt, illetve tegnap este jöttem haza, tehát nekem nem nagyon volt időm előkeríteni a Star Trek-et azóta. Na, húzzál bele, mert mindjárt itt a következő. De jajaj, és néztem a negyedik részt, és eszembe jutott, amit mondtál, hogy te áttekernéd a klingonos részeket, és most nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy az meg, de beletekernék én a részbe. Úgyhogy valóban ez a klingon, ez nem annyira, próbálom pedig, Isten bizony, próbálom őket megszeretetni, viszont ami szenzációs sztori volt, hogy a nejemnek ma van a születésnapja, tehát persze mikor podcast-e én az ember, ha nem akkor. Kérlek, adás után add át neki.
gratulációmat. Oké, átadom. És hogy én ugye itthon van Angliából a lányom, ma berohantunk így napközben, tudod, torta, ajándék, izé, még reggel se tudtuk, hogy mit vegyünk. De hát hirtelen összerántottuk a kis családot estére, így 5 órára. Na és ahogy így rohadt, tehát tudtam, hogy tehát volt egy megjegyzés, elfogyott a parfümöm. Tehát tudod, azt ilyenkor be kell menni a Rossmannba, venni kell parfümet. És így befordulok a Rossmannba, nézegetjük a parfümöt, és tudod, így lenézek, hát bazd meg, hát ez egy Star Trek walkie-talkie, vagy mi a tököm, ami ott van. És nézem, és van Spock, meg van Kirk parfüm. Mi van? A Rossmannba. Tehát nem arról beszélek, hogy Angliába lehet kapni, és picit lejjebb néztem, és mi van még? Star Trek parfüm, öcsém. Szent szalmaszál. Tehát a Star Trek parfüm az a izére hasonlít, a lézerkadra. A ellenállhatatlan erőt éreztem egyébként, hogy ne vegyek egy Spockot. 5660 forint amúgy, és a Spock meg a Kör között az a különbség, hogy a Spock azt hiszem kék ezüst a doboza, de egyébként marha jól néz ki, tehát a parfümnek a felső részén ott van, tudod, ez a Star Trek izé, sugározzatok fölbeszélő rajta, gombazza, spricceled magad. A Kirk az meg aranyfekete. Tudod, a Kirkön mindig ilyen sárga, tehát igen, most igen. Ugye a TOS-ról beszélünk, az eredeti sorozatról. És nem volt ez, tehát így sokként ért az egész történet, ez nem volt elég, de hogy a női osztályon is van Star Trek parfüm, azért az már durva. Érted? Az meg természetesen Uhura. Tehát abszolút, nem tudom, kirakta össze, és hogy a Rossmannba ez hogy került be, de van. Úgyhogy mindenkinek ajánlom. Magyarország jobban teljesít. Végérvényesen utolért minket a hanyatló nyugat, Fifika. itt fetrengünk a mocsarába. És közben fújjuk magunkat, hol Körkkel, hol Spockkal, hol nem tudom én, Han Szólóval és Leila hercegnővel, de eszméletlen. Mindenkinek ajánlom, hogyha más nem röhögni, menjen be megnézni ezeket a parfümöket. Én a videóba, megmondom őszintén, Arany János Fülemüle című versét tettem egy igen kedves színész ismerősömnek az előadásába. Remek választás. És a kultúrába nem tudom, hogy mit kellene tennünk. Én javasolnám, hogy a Gőzlér blogot tegyük be, mert az ítélet olvasása vidámmá és elhivatott. Ez ott lesz a show notes-ban is, tehát a tematikában. Ha jól csináljuk. Ha jól csináljuk, igen, igen. Akkor ott lesz, ha nem csináljuk jól, akkor nem lesz, de... Akkor a kultúrában találjátok. De akkor a kultúrában fogjátok találni, igen. De ha van valami ötleted a kultúrára, mert nekem most abszolút elfogyott az ötletelésem, akkor azt oda bele, hát mit tudom, puszi együttes. Most nincs semmi, basszus. Nincsen. Puszi együttes összes versként kiadva, vagy nem tudom én, tehát bármi. Jó, nekem van... Teljesen lefagytam, nincs tanácsolom, nincs, a kultúrát illetően. Oké, nekem van egy ötletem egyébként a kultúrára. Valószínűleg azt fogom csinálni, hogy az adatigénylés fogalmát betesszük a kultúrába. Közérdekű jó. Adatigénylés szabályai. Ha javasolhatok, a TASZ-nak a honlapján van egy nagyon jó, azt megkeresem akkor, és be is teszem. Akkor keresd meg, és azt tegyük be. Hát, ha valaki kedvet kapott drága jó hallgatóink közül, hogy
hogy adat igényeljen a te példádon fölbuzdulva. És ha már megemlítettük a hallgatókat, akkor így az adás vége felé el ne felejtsük megköszönni a patreonjainknak a támogatását, mert azért az ő hatható segítségükkel jön létre minden héten az adásunk, illetve Charlie háttérmunkáját, ami nélkül pedig nem lennénk ennyire cizelláltak és jól hallgathatók, és azt most már mi tudjuk, én legalábbis, aki 8 órát kifelé, 8 órát hazafelé podcastet hallgatok az autóban. És én meg nem azért nem mondok semmit, és nem azért hallgatok, mint a csuka, mert nem köszönöm, hanem közben itt próbáltam átmásolgatni a linket oda, és ez nagyon lekötötte az agytekervényeimet, úgyhogy igen, nagyon szépen köszönjük a Patreonoknak a támogatást, és nagyon-nagyon szépen köszi tőlem is Charlie-nak a szuper hangmérnökösködésért. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Ennyi volt mára, kedves hallgatóink. Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt az adás végéig. Ne csüggedjetek, látjátok, hogy van még fény az alagút végén. Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Köszi, sziasztok!